Hát az ima a mai téma szintén, és ha valaki visszaemlékszik az első két részre, akkor azokból láthatjuk, hogy az ima az a teremtőhöz, Jahuához való kapcsolódásunk, ez egyáltalán nem hétköznapi dolog, bár közönségesé tette a világ, mert hogy azokból is kiderül, de ha csak a mostani pár óra történéseire gondolok, akkor megerősíthetjük, hogy csak félelemmel, csak megtisztulva és tisztán, bűnbánóan, alázatosan, engedelmességemet, cselekedeteimmel is tanúsítva mehetek a Teremtőhöz, Jahovához. És csak tiszta és az ő számára elkülönített, megbecsült imádság háza méltó hozzá. És erre volt példa az előző részek egyikében a jeruzsálemi imádság házáról, és egy másik gondolatban pedig arról, hogy ez az imádság háza valójában a mi életünkben a mi testünk. És hogyha ez a pár dolog, amit az előbb elmondtam, ez mind igaz, akkor nekünk elég komoly felelősségünk van. És így összefoglalhatjuk, hogy az ima nem arról a párperces monológról szól, legalábbis nem Jahuha a teremtő számára, amit esetleg mi megszoktunk, hanem egy neki elválasztott, fedhetetlen, teljes idős életről kell, hogy szóljon. És most itt újra nem találtuk meg, de az egyik, talán az első részben foglalkoztunk a katolikus definícióval, az imádság katolikus definíciójával is, nagyon érdekes, független attól, hogy nem ők a példaképeink. De az imádság a Tanakhban, az Ószövetségben Ábrahám atyánk idejétől nyert kinyilatkoztatást. Amikor Elohim Ábrahámot hívja, ő azonnal útra kel, ahogy Jahua mondta neki. Szíve egészen aláveti magát a szónak, figyelmesen hallgat. Ábrahám imádsága elsősorban cselekedetekben fejeződik ki. És itt ebben a definícióban az is szerepel, hogy Ábrahám hívja. Felvetődik a kérdés, hogy ki kezdeményez. És ebből úgy tűnik, hogy Jahova kezdeményez. De mi a gyakorlatunkból, hogy gondoljuk, mi az első ösztönös válaszunk erre? Tehát valójában én kezdeményezek, mert én megyek oda a teremtő felé, vagy teremtő elé imával. És én kérek tőle, én nekem van valami bajom, nekem van valami segítségre szükségem. De érdekes összefüggéseket találhatunk az előző két rész példáiból. Ha megnézzük, akkor Dávid és Salomó is, hogy indította ezt az imádságát. Például egy királyok 5 első részében, ez Salomó imája. Ímé, azt gondoltam magamban, hogy házat építek Jahuának. Egy krónika 22:7-ben pedig Dávid mondja Salomónak, fiam, én elgondoltam vala szívemben, hogy Jahuának, az én Elohimom nevének házat építsek. És nekik jutott eszükbe, ők ötölték ezt ki. És nagyon érdekes, ha megkeressük 5 Mósé 12:5-11-ig leírását, akkor kiderül, hogy ez egészen más forrásból és más időzítéssel kezdődött. Ez gyakorlatilag olvassuk el. Hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt Jahua, a ti Elohimetek minden ti törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze, ott lakozzék, gyakoroljátok és oda menjetek. És oda vigyétek egészen égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt áldozatát, mint fogadásból, mint szabad akaratból való adományaitokat, és a ti barmaitoknak és juhaitoknak első fajzását. És ott tegyetek Jahuának, a ti Elohimeteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népe,
kezdetek minden keresményének, amelyekkel megállt téged, Jahuva, a te Elohimed. Ne cselekedjetek ott mind a szerint, amint mi cselekszünk itt most, mindenik, ami jónak látszik neki, mert még ez ideig nem mentetek be a nyugodalmas helyre és az örökségbe, amelyet Jahuva, a te Elohimed ad neked. Mikor pedig átmennetek a Járdenen, és lakozni fogtok azon a földön, amelyet Jahuva, a ti Elohimetek ad nektek örökségül, és megnyugtat titeket minden ellenségetektől, akik körülöttetek vannak, és bátorsággal fogtok lakozni. Akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt Jahuva, a ti Elohimetek, hogy ott lakozzék az ő neve, oda vigyetek mindent, amit én parancsolok nektek. És lehet tovább olvasni, de talán elég. Tehát ki kezdeményezett? Évszázadokkal később kik imádkoztak? És gyönyörűséges, és a mai téma talán ez fogja még kibontani ezt a gondolatot, hogy Jahuva kidolgozott egy tervet évszázadokkal előbb. Ehhez a tervhez szükséges, kidolgozott egy ennek a terv megvalósításához szükséges szerződést, amihez keresett és keres ma is e szerződés feltételeit elfogadó, vállaló és betartó szövetségeseket. És ezek a szövetségeseket találta meg, ezeket találta meg Dávidban, illetve a fiában, pontosabban Salomóban. És Jahova kezdeményez, és keresi azokat, megszólítva őket, akik betartják Toráját, betartják az ő beszédeit. Ez még majd kelleni fog. Például nézzük meg, és ez lesz a mai fő gondolatban, Ábrahám szövetségét, Jahova szövetségét, pontosabban Ábrahámmal. Jahuának volt egy terve, hogy kiválaszt egy embert, Ábrahámot, név szerint, nagy néppé teszi őt, és az ő magját. Itt is Jahuva kezdeményezett. Ábrahámot, még akkor Ábrám névre hallgató Ábrámot elhívta, 1 Mósé 12:1-3-ban olvashatjuk. És ha figyelmesen nézzük ezeket a verseket, és ezt az egész folyamatot, akkor nagyon érdekesen bomlik ki, vagy bontja ki, inkább így mondom, Jahuva az ő tervét. Hogy itt még szó sincs szerződés kötésről, és nézzük ezt az 1-2-3 verset. És mondd a Jahuva Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Itt Jahuva közli, eredj ki a földre, amit ő kijelöl, hogy nagy népé tegye, megáldja. Ez volt Jahuva része. Ígéretről volt szó a 2-3-as versben. Ábrahám része volt, a 4-5-ös versben majd mindjárt láthatjuk, elfogadta. Jahuva kiválasztotta, ő elfogadta. 4-5-ös versben. És kiméne Ábrám, amint Jahuva mondotta vala neki, és Lót is kiméne ő vele, Ábrám pedig 75 esztendős valamikor kiméne Háránból, és felvevé Ábrám az ő feleségét, Szárajt és Lótot, az ő atyafiának fiát, és minden szerzeményüket, amelyeket szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kánaán földjére menjenek, és el is jutának a Kánaán földére. Tehát Jahuva ígéreteket tett, egy felszólítással kiegészítve. Ábrám válasza szó nélkül önmagától való engedelmesség volt. Utána nézzük meg a folyamatnak a következő állomását, 1 Mósé 13:14-16-os verséig. Itt ismét Jahuva jelenik meg. Jahuva pedig mondta Ábrámnak, minek utána elválik tőle Lót, emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra, mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre.
és plusz egy 16-os, és olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Tehát újra az ígéret, és a 17. versben személyes, konkrét felszólítás Ábrám felé. Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében, mert neked adom azt. Mi volt Ábrám válasza? Engedelmesen, a 18. vers szerint elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozik Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott Jahuának. Engedelmes, és megjelenik egy új tulajdonsága a jellemének, oltárt építe hálával a Teremtőnek. És nézzük meg a folytatásban a 14-es fejezet 13. 14. versét. Tehát 1 Mósé 14, 13, 14 versei. Eljöve pedig egy menekült, és hírül hozzá a héber Ábrámnak, aki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eszkol atyafiának és Áner atyafiának tölgyesében, akik meg Ábrámnak szövetségesei valának. Amint meghallá Ábrám, hogy az ő atyafia fogságba esett, és felfegyverzi házában nevekedett 318 próbált legényét, és üldözve nyomul a Dánig. Itt még az előzmények között el kell mondani, hogy megtámadták ellenséges szövetségesek Szodoma és Gomorra, és még néhány királynak az országát, vagy a földjét, és fogságba vitték Lótot. És Ábrám, ezek szerint, a versek szerint, a történetből megtudjuk, hogy amint meghallotta, fegyverzi házában nevekedett legényeit, csapatokra osztván őket a 15. versben, üldözve nyomula, és megveri őket, így akkor pontosan minden szót ne olvassunk végig, és visszahozzá mind a jószágát, a 16. vers környékén, visszahozzá mind a jószágot, Lótot és az egész népet. Ábrán helytállása milyen jutalmat hozott a 18., 19., 20. vers szerint. Melkisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza, ő pedig a magasságos Elohimnek papja vala. És megáldá őt, és mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Elohimtől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Elohim, aki kezedbe adta ellenségeidet. És a vers következő része majd később. Tehát ez volt a jutalma Elohimtől. És nagyon érdekes, hogy itt még mindig imáról nincs szó, itt leírt szó szerint közölt, vagy tudatott imáról, hanem csak Jahua egy tervet elkezdett, és folyamatosan próbálta megvalósításhoz megnyerni Ábrámot, és lépésről lépésre meg tudta nyerni magának, és ő sem volt tétlen. Jutalomban részesítette Ábrám minden megmozdulását. És erre mi volt Ábrám válasza? A 20. vers második részében, és tizedet ad neki mindenből. Tehát újabb hálát fejezett ki. Egyszerűen egész végig gyermeki, egyszerű, természetes engedelmességgel engedelmeskedett. És ha a legelső bevezető részben, amikor az imáról elkezdtünk gondolkodni, akkor arra jutottunk, hogy az ima az valójában egy kapcsolatkeresés, kommunikáció kezdeményezése a Teremtő felé. És ha még azzal is kibővítjük és gazdagítjuk az imát, akkor nagyon szeretnénk, hogyha annak mindig visszajelző része is lenne, hogy Jahua is részt venne ebben a kommunikációban. Szeretnénk, ha megválaszolná a kéréseinket, az imáinkat, a felismeréseinket, helyeselné vagy helyreigazítaná. És nekem ez ámulatos volt, hogy egész eddig, ahogy ezt az ő kommunikációjukat néztem, egyszerűen egyszerű volt. Parancsszavak, ígéret, mint ahogy egy szövetséget elindít a Teremtő.
és gyakorlatilag ez a szövetség fog végül magasabb szinten megkötetni, mint tudjuk. És 1 Mózsé 12.1-ben, ez szintén a kommunikációra utal majd, és itt figyeljük a szavakat, ami a kommunikációt jelzik. 1 Mózsé 12.1-ben, és monda Jahua Ábrámnak. És itt a monda szól neki, beszél hozzá, a terveit elmondja, ígér, parancsol, és ez az amár szó. A 4-estől a 6-os versig mi volt Ábrám válasza? Kiméne Ábrám, amint Jahua mondotta vala neki, tehát amint Jahua mondotta vala, nem is akárhogyan, Lót is kiméne vele, Ábrám, és a többi. Tehát cselekedett, szó nélkül cselekedett. 12.7. És megjelenék Jahu Ábrámnak, és mondanéki, a te magodnak adom ezt a földet, és oltárt építe ott Jahuának, aki megjelent valanéki. És ezt a szót nézzük meg, megjelenék. Ez rá. Lát, néz, nézeget, szemlél, figyel, megfigyel. Megfigyelte, odafigyelt, benézett hozzá Jahua. Jó indulattal, kegyelemmel, figyelemmel kíséri, megvizsgálja, kiválaszt, kinéz magának, megmutatja magát. Tehát ez is micsoda különleges leereszkedése az atyának. És ígér. És persze közben ez a megfigyelés Ábrám tesztje is volt valójában, hogy az ígéretei mennyire termékenyültek meg. Jó földbe esette, engedelmes volt Ábrám. És 12.7-ben az ő válasza csak annyi volt, hogy hálát adott, cselekedett, amit átok nagyon sok mai keresztény és egyéb egyházban. És itt más sem látunk, csak cselekedett. Onnan azután a 8. vers szerint a hegység felé méne Bétéltől keletre és felütés átorát, és vala nyugatra, háj pedig keletre, és ott oltárt épít a Jahuának, és segítségül hívá Jahua nevét. És itt a segítségül hívá, na ez volt talán, amiben legalábbis én az első motivumot találtam, vagy az első jelét találtam, ami konkrétan itt lett írva, hogy ő imádkozott Jahuáért. Segítségül hívá, kárá. És valójában az a segítségül hívá, kiált hozzá, segítséget kér, de ki hirdet, ki nyilvánít, ki kiált, ki hirdeti, és egy más szótári összeállítás szerint azt is jelenti, hogy emlékművet állít, tehát Jahua nevének emlékművet állít. Ezt én lehet, hogy így is értelmezhetem, vagy értelmezhetjük. És a 9. vers szerint tovább költözik Ábrám folyton délfelé húzódván. Tehát tovább cselekszik. És akkor 13.4-re ugorjunk. És ugyanez a szó jelenik meg, ahol szintén segítségül hívá Jahua nevét. És 13.4 volt, ugye egyszer. 13.4. Bocsánat. 13.4, igen. És annak az oltárnak helyére, mely ott elsőben készített vala, és segítségül hívá ott Ábrám Jahuának a nevét. És itt a 14. 13.14, és az pedig, Jahua pedig mondta Ábrámnak, minek utána elválik tőle Lót, emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keretre és nyugatra. Tehát megerősíti az ígéretét, és a monda ugyanaz az amár szó, Jahua. A 18. vers, ez Ábrahámnak a válasza erre, 18. versben,
elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne is lakozék Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, és oltárt építi ott Jahuának. Tehát újra cselekszik, tehát elébb mozdítá a sátorát, lakozik és újra hálát ad. Tehát Ábrám cselekedik egyfolytában, szünet nélkül. 1 Mósé 14:20, és itt volt a Melkisédek, Malkicedek, talán így kell helyesebben mondani. És itt volt Elohimnak azonnali jutalma és válasza Ábrám felé. Akkor Jahua szólt, és ígért, figyelt, és Ábrahám, látjuk, a cselekedetek előtt nem beszélt sokat, sőt, egyáltalán nem a legtöbb esetben. Nem vitatkozott, nem kérdezősködött, nem értetlenkedett, nem lamentált, csak cselekedett, vagy még azon kívül hálát adott. Ezek gyakorlatilag Jahua tesztjei is voltak, főleg amikor néztük azt, amikor megjelent ott Ábrámnak. És szépen formálódott, ezen közben ez felismerhető, egy kölcsönös, tiszteleten alapuló kapcsolat. Egymás felé nőtt a bizalom közöttük, amely megfelelő alapot teremtett a szövetségkötésre. És itt a folytatásban 1 Mósé 15:1-et nézzük meg. És e dolgok után lőn Jahua beszéde. És ez a beszéd már dabár. Mondván, ez ugyanaz az amár szó. És ez Ábrámhoz látomásban szólt Jahua. És ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. Itt lehet, hogy hosszú időt elhetett el, és az előző ígéretekből, amik Ábrám tudtára jutottak, nem teljesedtek be. Tehát gondolom, ez így nem írja le az írás, hogy mennyi időt elhetett el, de valami megmozdulhatott Ábrámban, kétely, félelem, és nem véletlenül írja az írás, gondolom, és Jahova nem véletlen mondja, hogy ne félj, Ábrám, és jutalmat felette igen bőséges. És a 2-3-as vers, és mondta Ábrám, Jahova Elohim, mit adnál én nekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a Damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. Tehát nem agyatlanul és vakon engedelmeskedett Ábrám, hanem ebből a két versből egyértelműen látjuk, hogy ő gondolkodott, hogy ő odafigyelt arra, hogy mit is ígért neki Jahua, és próbálta összehasonlítani a képtelen és ahhoz egyáltalán nem hasonlító élethelyzetét, ahhoz az ígérethez képest, amit Jahua ígért neki, és ekkor fogalmazódtak meg ezek a gondolatai, és ezeket nem is takargatta, hanem egyszerűen elmondta Jahuának. És mit adnál én nekem? És ez volt igazából az első kérdése, és az első észrevétele az, hogy nincs neki magzata. És Jahua válasza a 4-es versben, és ime szól a Jahua ő hozzá mondván, nem ez lesz a te örökösöd, akit ő ugye az előző versben mondott Ábrám, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És itt is a szóla Jahua az a dabár volt, ez az ő beszéde, a jó híre és örömhíre, mert ezt mondhatjuk, azt gondolom, ennek egy megnyugtató üzenete, tanácsa és ígérete, annak a megerősítése Ábrám felé. És az 5-ös vers, és kivivé őt, és mondta, és milyen figyelmes volt Jahua, kivitte őt, hogy meglássa a Sámáimot az égre tekintve, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondani ki, így lészen a te magod, és ne félj. Elég megnyugtató válasz vagy biztatás volt ez Jahuától. Én azt gondolom, hogy igen. És Jahua pontosította, hogy az ő ágyékából
származik majd örökös, megnyugtatta, hogy ne féljen, szemléltette és bátorította is. És a hatos vers volt megint Jahuá, Ábrámnak a válasza, és hitt Jahuának, és tulajdonítaték őnéki igazságul. Hitt az Amán. Bízott benne, elhitte neki az ígéreteit, hűségesen követte mindazt, amit ő meghatározott a számára. Bízott abban, hogy mindez megalapozott, amit Jahuá mond, szilárd és stabil volt. És tulajdonítaték néki igazságul, az Cödeká, igazságul, becsületesség, erényesség, szabadulás, igazságosság, és kegyesség, és Elohim félelem. És tehát itt volt Jahuának az ígérete megerősítve, itt jelent meg Ábrahám szilárd hite és bizalma Jahuában. És most nézzük meg 1 Mózes, 1 Mósét 15, 7-es, 9-es versét, és itt következik elsőnek valójában Jahuá szövetségi ajánlata, szerződés, kötési ajánlata. Ajánlata a szerződés kötése. Mégpedig a 7-es vers szerint, és mondanéki, én vagyok Jahuá, ki téged kihoztalak Ur-Kasdimból, hogy neked adjam-e földet örökségedül. És a 9. és felele neki Jahuá mondja, hozd nekem egy 3 esztendős süszőt, egy 3 esztendős kecskét, és egy 3 esztendős kost, egy gerdicét és egy galamfiat, mert közbevetette Ábrám a kérdését, Jahuá Elohim, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? Egy biztosítékot kért, és a 10-11. versben Ábrám el is fogadta ezt az ajánlatot, és elhozá avval, hogy megint engedelmesen cselekedett, válaszolva Jahuának, vállalva a Jahuá felkínált szerződési ajánlatát. Elhozá azért mindezeket, és kétfelé hasította azokat, és mindeniknek fele, a másik fele áttelenébe helyezteti, de a madarakat nem hasította vala kétfelé. És ragadozó madarak szállának-e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat. Tehát a 18. Hol tartunk? Igen, 10-11. 17. 18. Kicsit ugrunk, és mikor a nap leméne és sötétség lőn, íme egy füstölgő kemence és tüzes fákja, amely által megyen vala a húsdarabok között. E napon kötött Jahu a szövetséget Ábrámmal, mondván, a te magodnak adom ezt a földet, Micraimnak, Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóig. És ha megnézzük a kötött, szövetséget kötött, ez karát, és a szövetség az bőrit, a szövetségi áldozat kettévágása, szerződés, szövetséget, megállapodást köt. Tehát minden kellék, minden szükséges bizonyság és az állatok vére mind ott volt a szerződés hitelesítésére is. Megkötési tényének az igazolására. Tehát egy érdekes folyamat, egy viszonylag hosszabb folyamat, bár időben nem tudom én mennyi lehetett ez, de ahogy nőtt a bizalom Ábrámban Jahuá felé, ahogy a tesztek megfelelőek voltak, vagy most jön még igazából a második teszt, az feljogosította Ábrámot arra, hogy Jahuá egy komoly szerződési ajánlatot adjon, amelyet ő meg is kötött. És a 17. és most jön a még izgalmasabb része ennek a folyamatnak. 17. 1 Mósé 17.1-ben. Mikor Ábrám 99 esztendős vala, megjelenék Jahuá Ábrámnak, és mondanéki, én a mindenható Elohim vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. És megint milyen szót fedezhetünk fel, megjelenék,
ugyanaz a rászó, amikor szemlélni kezdte, tesztelni kezdte egy második komoly teszttel Jahova Ábrámot. Figyelte, rápillantott, jó indulattal nézett rá, benézett hozzá, meglátogatta, hogy gondoskodjon, hogy figyelem, biztosítsa, hogy figyelemmel van iránta, hogy figyelemmel kíséri, de meg is vizsgálja. Hát gyönyörűek ezek a héber szavak is. És mondta, ámár. És itt először közöl komoly feltételrendszert a szerződés részeként Jahua Ábrámmal, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. És nézzük meg ezeket a szavakat, hogy járj, hálák, hogy haladj, járj utánam, valaki után, egy életmódot változtas, és olyan életmóddal, ahogy én azt elmondom, és ahogy eddig is elmondta Jahova, és azt a módot folytatta, és töltötte be Ábrám. Tehát ezt az életmódot folytass csak tovább, és légy tökéletes. A tökéletes tamim, légy teljes, egész, kerek, ép, fogyatkozás nélküli, hibátlan és egészséges, romlatlan, sértetlen, ártatlan és fedhetetlen, becsületes és tisztességes. Elég komoly feltételrendszer, azt gondolom, és a második vers szerint és megkötöm az én szövetségemet, a bőrit én közöttem és te közötted, és felette igen, megsokasítlak téged. Megkötöm. És itt most érdemes ezeket a szavakat is így folyamatában majd megnézni, hogy hogy jelenik meg a szerződés kötés különböző fázisaiban. Megkötöm, az Nátán, hogy adományozom, átadom, de teljesítem, gyümölcsöt adok. Tehát egyszerűen megjeleníti az ígéreteit, és biztosítékot ad a szavai súlya által Jahua, hogy ő komolyan gondolja ezt a szövetséget, hogy ő vállalja azt, amit ígért, és amit ebben a szerződésben vállalt. És a hogy gyümölcsöt adok, hogy utódot, az is ott a jelentések között szerepel. A 17. fejezet tovább a 4-estől a 6-os versig, és itt meggyőződhetünk egy szövetségkötésre érett kapcsolat komolyságáról. Megvizsgálhatjuk, hogy egy szövetségben, ami kétoldalú dolog, van mindkét félnek része. És így kezdi Jahua magával. Ami engem illet, ímhoz az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyává teszlek, atyává leszel. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemetből itt, én közöttem és te közötted, és te utánad, a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te neked Elohimed, és a te magodnak te utánad. És adom te neked és a te magodnak te utánod a te bujdosásod földét, Kánaán egész földét, örök birtokul, és Elohimük leszek nekik. És itt a 7-es vers megállapítom, tehát ugye az előző, a 2-es versben megkötöm az én szövetségemet, az Nátán volt, a 7. versben megállapítom az én szövetségemet, az Kúm, felállok, neki kezdek, szilárdan kitartok és beteljesítek. Beteljesítem. Tehát egy folyamatában előre haladottabb kötelezettség vállalásról biztosítja Jahua Ábrámot. És a 9. vers, te pedig az én szövetségemet, tehát itt jön a másik oldala egy szövetségnek, egy szerződéses viszonynak,
Ábrahámra vonatkozó rész, te pedig az én szövetségemet megőrizzed, Samár, engedelmesen megtartsd, gondod legyen rá, őrizd, és a tizedik versben meg kell tartanotok, Samár, tehát itt is egy egyre szigorú feltételrendszerben fokozza a feltételeket Jahua, másodszor használva a Samár szót, minden férfi körülmetéltessék. És a 11. versben ez lesz a szövetségnek jele, és a jele emlékeztető és bizonyíték. Tehát egy szövetség az nem egy közönséges, egy hétköznapi dolog. Arra kell, hogy emlékezzünk. Arra annak kell, hogy legyenek bizonyítékai. És a 12. 13. vers szerepel, vagy szólt erről, és ezek a jó részei a szövetségnek, de vannak rossz részei, és ez a 14. vers, ami kizár valakit a szövetségből. Ha a körülmetlen, metéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfi testének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, felbontotta az én szövetségemet. Tehát egy szabatos, precíz, hiteles és tökéletes szerződés minden eshetőségre fel kell, hogy készüljön és készítsen minden felet. És nézzük tovább a 15-től a 22. versig. És mondta Elohim Ábrahámnak, Szárájnak, a te feleségednek nevét ne nevezz Szárájnak, mert Szárá az ő neve, és megáldom őt és fiait is, fiat is adok őtőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké. Nemzetek királyai származzanak őtőle. Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében. Vajon 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, avagy Szára 90 esztendős lévén szülhet-e? És mondta Ábrahám Elohimnek, vaj, ha Izmael élne te előtted. És 19. Elohim pedig mondta, kétség nélkül a te feleséged Szára szül neked fiat, és nevezed annak nevét Jicáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele, örökkévaló szövetségül az ő magvának, ő utána. És utána Izmael felől is meghallgattalak, és akkor az én szövetségemet pedig megerősítem Jicákká, akit neked szül Szára ez időkorban, a következő esztendőben. És itt nézzük szintén egy folyamatában, hogy itt Jahua azonnal elkezdi a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, ígéreteinek a teljesítését, meghatározza, hogy a következő évben következik az ígéretének a beteljesítése. És Ábrahámnak mi volt a válasza? Itt már Ábrahám, a 23-tól a 27. versig. Hát itt most két verset lehagytunk, de nézzétek meg, mert nagyon-nagyon fontos minden rész, de most az idő fogy. 23-tól 27-ig ez volt Ábrahám válasza. Vevé azért Ábrahám Izmaelt, az ő fiát és háza minden szülöttét, és mind a pénzén vetteket minden férfiat Ábrahám háza népe közül, és körülmetélé férfi testüknek bőrét, ugyanazon napon, amikor szólott vala vele Elohim. Ábrahám pedig 99 esztendős valamikor körülmetéli az ő férfi testének bőrét. Ismael pedig az ő fia 13 esztendős valamikor körülmetélik az ő férfi testének bőrét. Ugyanazon a napon metéltettett körül Ábrahám és Ismael az ő fia, és házának minden férfi tagja, házaszülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körülmetéltetének. Ugyanúgy, ahogy azonnal elkezdte Jahua az ígéretei beteljesítését, amikor egy szoros, szigorú szintre ért a szerződés kötésük fázisa, akkor ő, ahogy azonnal elkezdte, Ábrahám mindenkire, minden férfira vonatkozóan azonnal teljesítette az ő által az áldozatok feláldozásával hitelesített szövetségben vállalt kötelezettségei teljesítését. És 18.
fejezetnek első verse, és itt jön a harmadik teszt Ábrahám számára. Megjelenik pedig őnéki Jahua a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hőnapon. És nem találjátok, nem fogjátok kitalálni, kitaláltátok, nyilván megjelenik. Ez ugyanaz a szó megint, hogy elkezdte vizsgálni, elkezdte figyelni, mi történt, mi történik Ábrahámmal, és hogy viszonyul az ő dolgaihoz. És a tesztben az azonnali körülmetélés kipipálva sikerült. És utána van még egy jó néhány vers, de nézzük meg a 10-től 15-öt. Mindegyik csodálatos és gyönyörű, de most itt próbáljunk összpontosítani erre a kapcsolatra és a kommunikációjukra. És mondta, és itt még inkább pontosítja Jahua az ő részét, hogy esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád, és íme akkor a te feleségednek, Szárának fia lesz, Szára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta mögött vala. Mindegy, mehetünk tovább nevet. És akkor Jahua kérdezi, hogy vajon ott vissza, igen, hogy ugye vajon csak ugyan születhet-e, holott én megvénhettem, kis akadékoskodás Ábrahám részéről, Szára részéről, de Jahuának lehetetlene valami? És megint megerősíti, hogy esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Szárának. És ugye Szára megtagadja, hogy nem nevetett, tehát itt azért elkomolyodik, és de hogy a 17. vers, és mond a Jahua, eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok, ugye tudjuk, hogy itt már Sodomát és Gomorrát akarja, vagy Szodomát és Gomorrát akarja elpusztítani. De hogy a teszt oly mértékig sikerült, és átment a teszten Ábrahám és Szára, hogy Jahua megindult felé, hogy eltitkolja-e, hogy ezt mi lenne, ha megmondanám Ábrahámnak. És a 19. vers még inkább, mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék Jahuának útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse Jahua Ábrahámon, amit szólott felőle. És tudta, hogy megparancsolja, tehát tudta, és bizonyítva látta, hogy megőrzi a parancsolatait, sőt, előre tudta, hogy meg is parancsolja, tehát tovább adja az ő leszármazottjainak Jahua úgymond menetrendjét és szerződési ígéreteinek teljesítését. És 1 Mósé 21.1-es, 2-es versében látjuk a beteljesedést, hogy megszületik Jicák Ábrahám ígérete szerint, annak megfelelően. Tehát Ábrahám is teljesíti, Jicákot körbemetéli, tehát a szerződés szerinti kötelezettsége is teljesül Jicák körülmetélésében is. És körülmetéli Ábrahám az ő fiát, Jicákot 8 napos korában, amint parancsolta vala neki Elohim. Akkor jön a 22-es fejezetben a következő teszt, én így már a 4. tesztnél tartok, ahogy számoltam, 1-es, 2-es versben, és lőn ezeknek utána Jahua megkísérti Ábrahámot, és mondani ki, Ábrahám, s az felele, im hol vagyok. De ez a megkísérté, ez már egy fokkal komolyabb teszt. Ez már nem is az a szó, hanem násza. Tehát megkísérté, az násza, próbál, megpróbál, kipróbál, megpróbál, megvizsgál. És ezt tette ebben a tesztben Jahua Ábrahámmal. És mit mond? És mondta a 2. versben, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Jicákot, és menj el Móriának földére. És áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. És ez a monda, ámár. És hogy áldozd meg, azt a szót még néznénk meg, az fölszáll, fölemelkedik, bemutat,
fölvitetik, ajánl, felajánl, igen, tehát áldozatként. És nézzük meg, ez volt Jahua parancsa, úgymond, a próbájának a meghatározása Ábrahám felé, és a harmadiktól a tizedik versig mit csinált Ábrahám? Hát természetesen vonakodott, természetesen lamentált, ellenkezett, vitatkozott, egyiket sem. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergeli az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját és az ő fiát Jicákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindul a helyre, amelyet neki Elohim mondott vala. Harmadnapon felemeli az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Tehát minden nélkül, minden szó nélkül elindult. Minden szükséges kelléket és magát az áldozatot és a kísérletet magával vitte. Tehát ő újra megállta a próbát, vagy kiállta a próbát, átment a próbán, legalábbis az eddigi fázisáig tökéletesen. Bizonyította a hűségét Jahua felé. És Jahua által kezdeményezett kapcsolat létrejött, szerződéskötéssel megerősítetett, és mindkettőjük helytállása miatt úgymond beteljesedett. És hát itt nagyon sok irányba lehetne tovább gondolkodni, mert nagyon sok tanulság származik ebből a történetből. És nézzük meg, hát hol tartottunk a 8-asnál. Igen, hogy Elohim majd gondolkodik. Tehát ha a 10. versig megnézzük, akkor tényleg csak az látszik, hogy Jahuádnak a félelme volt Ábrahámban, csendben tette, amit tett, vonakodás, ellentmondás és késlekedés nélkül, és megtartotta Samár az ő parancsolatait. És ha megnézzük, alig volt benne ima, beszéd, legalábbis amilyen a mi fogalmunk erről. Mégis tökéletes volt a harmónia, az egyetértő, együttműködő összhang Elohim, Jahua és Ábrahám között. És iskola példája volt ez számomra a szavak nélküli imáknak. Jahua szavainak súlyának és Ábrahám cselekedetei súlyának, hogy ezek álltak a mérlegen egymással szemben, és Ábrahám megméretett, és nem találtatott könnyűnek, mint ahogy Dániel 5.27 a fordítottját írja egy más esetben. Ábrahám szája, szavai és imái helyett a cselekedetei beszéltek helyette, és válaszoltak Jahuának. Így tisztelte, így szerette őt, így félve nagyra értékelte őt és az ő szavát. És még egy rövid befejezésként, hogy az ő szavát. És volt az a sorsdöntő pillanat, ahol az előbb megálltunk a harmadik és az ötödik vers között, hogy itt ír ezekben a sorsdöntő pillanataiban az írás arról, hogy felkele, és az ötödik versben, bocsánat, hogy én pedig és az a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk. Tehát nem lehetett könnyű ez a helyzet. Sokszor megszokottak lehetünk talán ebben, hogy ó, hát persze ő felajánlotta és kész, és nem volt egyszerű, és imádkozunk, és ez sahá. Ez a szó, amit ő ott akkor használt, hogy csüggettek vagyunk, meghajolunk, de meghajolunk, ez az imádkozunk. Sahá, mégis meghajolunk Elohim előtt, elszomorodtunk, de
alávetjük magunkat, és leborulunk, és imádkozunk, behódolunk neki a méltóságnak, és alávetjük magunkat neki, és imádták őt. És micsoda szív rajzolódik ki előttünk, és micsoda kapcsolat Jahuával, ami az ő kapcsolata volt. És milyen különleges lehetett az ő fiának ezt látni, Jicáknak. Egy élő példa volt, egy engedelmes atyának a szíve, az ő atya szíve, az ő atya felé, a teremtő Elohim felé. És vajon ez élő példa e számunkra, hogy vagy csak egy legenda, amit úgy jó ismerni, vagy sokkal többet jelent. És most, hogy ezt így Jahova felkavarta bennem, ez így egyre mélyebben keltette fel a félelmét, félelmemet felé. És annak a súlyát, hogy vajon eljuthatok-e addig, amíg Ábrahám eljutott egy szerződés kötésig, amelyet lehet, hogy az én életemben is tesztek fognak megelőzni, hogy a bizalmamat elnyerje, én bízom-e benne, tudok-e minden helyzetben neki engedelmeskedni. És számomra ez volt a nagy tanulság, és lehet, hogyha úgy megkérdezitek, hogy mi köze volt ennek az imához, hisz szinte alig történt benne a mi ismereteink szerinti ima. De ha egy ilyen szív, amit megismerhettünk, egy imádságos szív, aki imádta a Teremtőt, akkor lehet, hogy egy még mélyebb fokozatáig tudunk eljutni annak, ahogy egyáltalán erről tudunk gondolkodni, és megélni, és úgy imádkozni, akár szavak nélkül, teljes odaadással. Úgyhogy tényleg csak köszönöm. Ámen. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!